Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Várossá avatásának 31. évfordulóját ünnepelte Dunaföldvár a helyi művelődési központban. A jeles alkalomból kitüntetésekkel ismerték el a Dunaföldvár hírnevét öregbítő személyek közösségépítő és összekovácsoló szakmai munkáját. Zene és énekes műsorral, gálaestel és kitüntetések átadásával ünnepelte várossá avatásának 31. évfordulóját Dunaföldvár. Többek között Bognár Zoltánt is ajánlotta a Dunaföldvár lakossága díjazásra. A Magyar László Gimnázium pedagógusaként 39 év alatt számtalan diákkal érte el sikereket országos tanulmányi versenyeken, és ezzel elérte, hogy a földrajz a történelemmel egyenrangú tantárgyá váljon. Szakmai munkája elismeréseként Dunaföldvár város díszpolgára címet kapott. Nemrég egy olimpiai bajnoktól hallottam, hogy ő is hónapokkal utána jutott el oda, hogy fölfogta, hogy megtörtént, aminek meg kellett történnie. Úgyhogy nagyon örülök a díjnak, és köszönöm a város vezetésének és a felterjesztőknek. Na, sorrendet nem tudom, de tény, hogy van mögöttem egy 40 éves pedagógusi pálya itt, amiben voltak tanári sikerek, emellett volt egy helytörténészi munka, Dunaföldvárnak olyan történelmileg olyan részét írtam meg, amit még soha senki, 20. század közepén, nem kicsit izgalmas ügy, és ez aztán az iskolám névadójával, Magyar Lászlóval kapcsolatban, az iskola évkönyvével kapcsolatban, de minden esetben hozzáteszem, hogy kiváló társszerzőkkel. 1956-os Dunaföldvári laktanya események szintén társszerzőkkel, úgyhogy gondolom ezt díjazták. Már nyugdíjas vagyok, úgyhogy a szakmai céljaim mihelyt egy kicsit tényleg friss nyugdíjas vagyok, levegőz jutok, akkor még tovább keresgélnék itt Dunaföldvár múltjában. Szexuális levéltár segítségével. Mivel, hogy történelemföldrajzszakos tanár vagyok, és a szívem csücske a földre, ez természetesen történész témák adódnak Dunaföldváron, ez egy nagyon kedves kis város, úgyhogy mindig adódik valami. Szintén Dunaföldvár város díszpolgára címet kapott Tóth Norbert, mestercukrász. A város ezzel ismerte el a Magyarország Tortája verseny 2019. évi győztesének szakmai munkáját, és tevékenysége által a város jó hírnevének öregbítését. Én nagyon váratlanul ért, amikor felhívtak a polgármester hivatalból, akkor hirtelen nem is tudtam, hogy pontosan miről van szó, nagyon meglepett a dolog, és hatalmas nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a város így módon díjazza az általunk az elmúlt 10 évben az ország versenyeken, illetve a fagylaltversenyen és az ország torta versenyen elért szép eredményeket, mert úgy gondolom, hogy ezek az eredmények nem elsősorban a cukrászda és az én érdemeim csak, hanem a város érdeme is. Szerencsére a csapatmunk az jó, a kollégák segítenek abban, hogy amikor ugye az elmúlt 4 évben én 4-szer indultam az ország torta versenyen, és elég sok gondot levesztek a vállamra avval, hogy én ebben tudtam foglalkozni magával az ország tortával, mert rengeteg időt és energiát fektettünk bele, hogy végre 4 év után sikerüljön ezt megnyerni. Egyébként a torta, ugye ami a tavalyi évben az ország tortája volt, Magyarország ebben ünnepelt a születésnapját, ez egy boldogasszony csipkéje fantázia nevű torta, ami elég jelentős mennyiségben, több mint 700 g mállát tartalmaz. Közvetlenül a díj megszerzése után is ugye augusztus 18-ától lehetett kapni, ugye a Várkert bazárból és az ország számos pontján talán 350-400 cukrászdában is. Abban az időszakban nagyon nagy bolondokháza volt, de azóta is töretlen a népszerűsége. Kis információ, hogy körülbelül olyan 2,5 tonna mállát használtunk föl mi ugye ezekhez a tortákhoz az elkészítéséhez. Hát az idei évben az a megtiszteltetésért, hogy az idei ország torta verseny zsűriébe foglalhattam helyet, aminek az első fordulója már lezajlott, és kiválasztottuk a 6 továbbjutó tortát, aminek a következő fordulója, azt nem árulok el nagy titkot, április 7-én lesz a Cukrászipartestületnek a székházába, ahol a tortákat újra kóstoljuk, a zsűritől kaptak a versenyzők egy instrukciót, hogy mi alapján lehetne esetleg ezeket a tortákat még jobbá tenni, és valószínűleg tartom, hogy július végén, augusztus elején kiderül, hogy melyik lesz az év tortája. Én egyelőre nem tervezem azt, hogy újraindulok ezen a versenyen, talán majd egy-két év múlva. 1989. március 1-én avatták várossá Dunaföldvárt. A város kifejezést meg tudjuk-e tölteni tartalommal? Tette fel kérdését köszöntő beszédében Horváth Zsolt polgármester.
Dunapart, Halászcsárda, Cukrászda, Marcipán, Városközpont. Sorolt fel néhányat Dunaföldvár értékeiből. A városavatás az mindig egy ünnep egy város életében. Ez ugye 31 év, ez nem csak maga arról szól, hogy hogyan fogunk és mit tettünk ebben az elmúlt 30 évben, és akkor 1989-ben hogyan kapta meg a város, miért kapta meg ezt a kitüntető címet, hogy város, hanem ezt hozzá kötöttük azzal a műsorhoz is, amelyben elszoktuk dicsérni azokat az embereket, és odaítéljük azokat a díjakat, amelyek kimerkedően tesznek városunkért. Ugye ez nálunk következő díjakból áll, a díszpolgári címből, a Dunaföldvárért emlékéremből, az oktatásért és a gyermekeiért egyben, illetve a sportjáért, aki ezeket megérdemli. Én azt gondolom, hogy ez azt is jelenti, aki ezeket a címeket elviszi haza, és ránéz majd arra a kis emlékplaketre, vagy oklevélre, hogy felelősség is, a közösségért érzett felelősséget is jelenti mindazoknak, akiket Dunaföldvár polgárai megtisztelnek ezzel a címmel. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy azt mondjuk, hogy város valami, az lehet egy üres frázis is, de lehet az, hogy ezt meg tudjuk tölteni, és magának a városvezetőknek is, a képviselőtestületnek azt, hogy város vagyunk, ezt ki kell tölteni tartalommal, és azért a tartalomért megfelelőséget is kell vállalni. A múlt, a jelen és a jövő az ugye kéz a kézben jár. Ha már 89-ben várossá lettünk avatva, megkaptuk a város kulcsát, ez felelősség nekünk az elkövetkezendőben. A múltunkat és a jelenünket, illetve majd a jövőnket is össze fogja ezt kötni. Mindig azt szoktam mondani, egy város az mitől város, ha inspiráló közösségek fogják továbbvinni, és ma ez a legfontosabb, a jövőben vetett hit, hogy ezek a közösségek itt legyenek, alkossanak, és a jövőt építsék Dunaföldváron. Dunaföldvár lakosságának ajánlásával az ünnepségen kitüntetésben részesültek még Faboné Bíró Ágnes, Németh Lajosné, az Őszi Alkony nyugdíjas klub vezetője, és Weisz Gáber János. Bagdi Emőke az ország egyik legismertebb pszichológusa. Előadásain olyan témákat vet fel, melyek meghatározóak mindennapi életünkben, és amelynek problémáira mindenki keresi a megoldást. Ilyen a család és a családban betöltött szerepek kérdése is. Megkérdezlek benneteket, mi az életed értelme? Ezek kemény dolgok. És akkor fölmondjuk két kérdésre, mert egyből nagyon nehéz rá válaszolni, de ha a következő két kérdésre mi nem tudunk válaszolni, bajba vagyunk az életünkkel. Vagyis azt szeretném kérdezni, ki érjesz? Meg tudod mondani, ki érjesz? Ezekre a kérdésekre nagyon nehéz a válasz. De arra sem egyszerű, hogyan működtessük a családunkat. Hogyan tudjuk a válságban lévő családintézményt, mint megmondhatatlan alapegységet, mégiscsak fenntartani, működtetni. Ezekre a kérdésekre is kereste a választ a nézők segítségével Bagdi Emőke. A család válságáról sokat beszélünk, valójában ez mindig újra egy megújulásnak a jelzése. Mert hogy a válság szó, a krízis, hogyha átfordítjuk arra a nyelvre, hogy szoktuk általában használni, az váltófordulatot is jelent. Valójában váltófordulat. Milyen fordulat? Hogy változni kell annak a helyzetnek, ami van, de az alapszerkezet örök. Azért örök, mert az evolúció törvénye úgy szól, hogy kell, hogy legyen egy hím, egy nőstény, hogy az élet tovább menjen. Két kérdésre kell magunkba választ találnunk. Kiért élsz, és miért élsz? És már is ott vagyunk az életünk két lábazatánál. A munka, a hivatás, a betagozódás a társadalmi munka megosztásba. Szóval magyarul, hogy mivel keressük a pénzt, mivel foglalkozunk, és a másik pedig, hogy mi a mi intim életünk, az örömforrás, a családi élet, és tulajdonképpen ezen a két lábon egyensúlyozva próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan is lehessünk boldogok. Mert azért alapvetően az ember szeretne jól élni, és itt nem hedonisztikus jóra gondolok, hanem igazi mély kapcsolati örömökre, és azért kicsit szégyenkezve mondom, hogy ahhoz kellett, hogy megszülessen egy boldogságpszichológiai irányzat, hogy rá tudjunk világítani az embereknek tükröt tartva olyan elemi dolgokra, hogy figyelj, hogyha jó párkapcsolatban élsz, akkor sokkal tovább élsz. Mert ugye a statisztikák is azt mutatják, hogy a boldog párkapcsolatban élők túlélik a 80 évet, ha vigyáznak a kapcsolatra. A férfiak infarktusos megbetegedésének aránya jelentősen csökken egy jó kapcsolatban.
Te férfi nem kapsz infarktust akkor, hogyha a pároddal olyan kapcsolatban jössz, hogy az nem hergel állandóan, hanem szeretgetve simogat, mert akkor a szervezeted, az immunrendszered életre kap. Szóval rengeteg ilyen, mit mondjak már, biológiai bizonyítékok vannak, hogy éltető hormonok. Azt mondja, akkor már a pelenkáz és tovább élsz, és bizonyította azt például, hogy az élettartam a férfiaknál, hogy függ össze azzal, hogy részt vesznek-e anyaszívvel, hogy anyaszívű apák tudnak-e lenni. Ugye éppen említette a szerepeknek a megváltozását, persze, nem baj, de hát mi rugalmasak vagyunk. Mi az adott létező szerkezeten belül olyan sokféle változásra képesek vagyunk, csak egyet nem adunk föl. Tudnélik, ha ezt feladjuk, magát az életet adjuk föl. Mert az élet úgy vihető tovább, hogy az a gyermek, akit mi világra segítünk, az életképessé van nevelve. Most ehhez viszont kell egy fészek, ehhez kell egy családi otthon, szociális uterusz, egy méh, ugye, ami az otthont jelenti. Tamási Áron Ábel a Rengetegben című művében van egy mondat, hogy azért vagyunk a világban, hogy otthon legyünk benne, idézte Bagdi Emőke. Ennek az otthonnak a megteremtésében pedig egyenlő felelősséggel bír férfi és nő is. A házasság intézményének válsága abban is keresendő, hogy egyre erősödik az a nézet, hogy nincs szükség esküvőre, mert az úgysem változtat semmin. A pszichológiának új bizonyító adatokat kellett hozni, hogy bizony a házasságkötés egy tranzicionális rítus, egy átkelési rítus, vagyis, hogy amikor megvan az a bizonyos szertartás, minden rítus óriási módon jelentős az ember életében mérföldkő, amikor szerepek változnak meg egyik napról a másikra, ugye bekötjük a fejét az asszonynak, asszony lesz a lányból. De hogy? Hát úgy, hogy rítus. Van, hogy megvan a szertartás, és az emberek, a közösség, akik fontosak az ember számára, mind úgy is tekintenek, de az elvárás éri, hogy te már nem vagy szabad az a fiú, ugye, hogyha esküt kimondja, hát az eskütem az ember a szava. Hát kimondod azt az esküt onnan kezdve, hát mi vagy te rongy ember, hogy az esküdet nem tudod, idézőjelbe teszem, persze mindez sejthetik. Szóval ugye onnan kezdve ez, hogy rítus, hogy igenis vállalom, felelősséget vállalok, elköteleződöm, ennek olyan a jelentősége, hogy magában a lélekben hozza létre a szerepváltást, hogy már másnap ő, aki férje, nem ugyanaz a kóborlegény, aki még akármerre kószálhat, és aki feleség, az már nem ugyanaz az asszony, aki jobbra-balra tekingethet, hanem aki éppen oda kötődik. Ha nincs ilyen szövetség, akkor nincs jövőnk. Akkor maradtam én az önző énemmel, majd én megyek kedvemre jobbra-balra, te meg maradtál a te is önző éneddel, ebből semmi nem jön ki. Ez valójában nem házépítés, ami ugye a ház a lélek szimbólum, mint tudjuk. Tehát nem házépítés, hanem tulajdonképpen egy helyzetnek a jól járok alapon történő továbbvitele. Medinán olyan sorozatot indítottak, mely a Biblia ételeit, növényeit, muzikalitását mutatja be a mai kor embere számára. Ezúttal a zene került a középpontba. Ehhez hasonló kürtel döntötték le a Szentírás szerint Jerikó falait is. A fúvós hangszerek igaz módosult formában meghatározó hangszerei sokféle zenei stílusnak. Schönberger András, a pécsi zsidó hitközség főrabbija beszélt arról, milyen szerep jut a hangszereknek a Bibliában és a vallásban. A Szentírásban, a Zsoltárokban is már megtaláljuk azokat a hangszereket, amiket használtak, hárfa, dob, furuja, fuvola, mindenféle hangszert használtak. A levitáknak ugye voltak a papok, ez egy családból származnak. A levita házból származik az egész, tehát lévi törzséből származtak azok, akik a szent szolgálatot látták el. A lévi családja volt az, akiből származott Áron. Áron családja volt, Áron maga és a gyerekei, aztán később a családból származók voltak azok, akik ellátták a szent szolgálatot, ők mutatták be az áldozatot. A többiek a családból, a lévi családból, azok meg segédkeztek. Na most ez többféle módon volt a segédkezés. Egyik volt az, hogy hangszereken játszottak és énekeltek. Ez volt a szentély idején, amikor betöltötték ezt a funkciót. A dallamvilág az a régi időkben maradt meg. Tehát hozták magukkal apáról fiúra. Na most
le is jegyezték egy különleges jegyzékkel, ami benne van a Szentírásban, a Héber Szentírásra nézve valaki, akkor vannak fölül, meg alul különböző kis jegyecskék, olyan, mint hogyha hangjegy lenne. És ezekkel jelölik azt, hogy körülbelül milyen hangot kell kiadni. Voltak rá próbálkozások, hogy megfejtik ezeket a zenéket, készítettek lemezeket, különböző CD-lemezeket, amikkel próbálták a régi, a szentély idejéből való zenét hozni. Mennyire autentikus, azt én nem tudom, vannak ilyenek, én ebben nem vagyok annyira járatos, de minden esetre nekünk van egy zárt világunk, ami egy dallamvilág. Na most, mint minden ilyen zárt világ, ez föllazul. A hagyomány hűbb közösségekben ez marad ugyanaz, mint volt. A kicsit modernebb fölfogású közösségekben pedig az, aki ott a kántori tevékenységet ellátja, az behoz újabb dallamokat is. A magyar népzene dallamvilága is merített a zsidó közösségek dallamaiból, és számos olyan csendül fel akár a táncházakban, akár a népzenei színpadokon, mely a zsidó zene elemeire épít. Olyan hangszerek szólaltak meg, melyek módosult formájában a jelen zenei világának is részesei, mindenféle zenei stílusban a népzenétől a jazzen át a komoly zenéig. Kajsza Pál és Kajsza Barna ezekről a hangszerekről és zenei világról tartott ismertetőt az egybegyűlteknek. Azok a kürtök, azok a harsonák, azok a trombiták már azok egy kezdetlegesebb hangszerek voltak, mint amiket a mostani zenében, ebben a modern hangszercsaládban használunk, de mégis jelen voltak a Bibliában is, hiszen amiről én fogok majd beszélni, a Jerikó falainak a leomlása, ott is kürtökkel szólaltatták meg a papok a hangszereket, tehát már ott is már szerepeltek a hangszerek. Azokat a zenéket még nem kottázták le, viszont mi meg már kottából játszunk, tehát azok a hangzásvilág, a hangszerek által is mások voltak, illetve a zeneszerzők sem a bibliai korban még nem voltak, tehát ezek a hangzásvilág az egészen más lesz a mai estén. A Bibliának van-e zenei világa? Jó kérdés. Ez inkább egy belsődleges világ lehet, ami minden embernek a szívében található, hogy minden embernek a lelkében egy dal van. Én szerintem inkább ez lehet itt a kulcs, a Biblia és a hangszerek között. Hollós László emlékét 2009 óta minden évben a tiszteletére rendezett szavaló versennyel ünneplik. A versenyre a Szekszárd és a Szekszárd környéki általános iskolás diákok nevezhettek 4 korcsoportban. A verseny célja a versek megkedveltetése a gyerekekkel. Van ez a kicsike medve, akinek dacos a kedve. Aludj, most van téli álom. Nem! Én azt nagyon utálom.
Volt, aki izgulva, más játszi könnyedséggel adta elő a jó előre megtanult versét az idei Hollós László versenyen a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Szabó Lőrinc, a hajnalizgók. Egy hét volt, mire megtanultam, meg van egy felkészítő tanárom, és ő vele is elmondogattam, és a hangsúlyokat elgyakoroltam vele. Szoktam ideges lenni az öcsémre, és akkor ez mindig így, és akkor itt ki tudom adni magamból a feszültséget, meg a végén meg lehet nyugodni. Bósa Lajos, Kiskelemen és Kakaskama. Kiskelemen kakaskamát hajszol az udvaron, kacskaringó szép tollára, fáj a foga, de nagyon. Ej, hegyfát kiúszhatna, kalapjához gyönyörűen illenék. Lengedező bókrétáját megbámulnák Bandiék, meg Nelliék. Nem én választottam a verset, a tanárnőm választotta nekem, és én a Kiskelement és Kakaskamát mondom. Nem volt túl nehéz, mert egy ilyen 5 verszakból állhatott ez a vers, vagy ilyesmi. Bár szokás mondani, hogy egyre nehezebb a gyerekekkel megszerettetni az irodalmat, a mostani versenyre érkező kisdiákokra ez egyáltalán nem igaz. Általában jók a sztoriuk, meg az ilyesmik, mert jól ki van találva, verszakokra van osztva, és könnyű megjegyezni őket. A versmondást vállaló gyerekek legtöbbje természetesen nem csak papírral ismeri nagyon jól a minket körülvevő természetet, nem titkoltan ugyanis szinte mindannyian imádnak kirándulni. Az év végén is megyünk az erdőbe kirándulni, meg a hegyekbe. És szeretek kirándulni, mert ott csend van, meg minden. Kéne egy csacsi, egy olyan igazi. Azt hiszem, vele jót tudnék játszani. Mufurcnak hívnám, és adnék neki enni, és úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna csacsi, az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? A Hollós László versmondó verseny nem csak attól különleges, hogy évről évre rengeteg diák vesz rajta részt, hanem a témaválasztását illetően sem egy hagyományos versmondó verseny. Talán attól különleges, hogy egy olyan emberről nevezték el, akiről egyébként sok szekszárdi vagy Tolna megyei még nem is tud. Hollós Lászlóról tudni kell, hogy a 20. század egyik meghatározó botanikusa volt, egészen pontosan mikológus, azaz gombakutató, és egymaga Szekszárd és Kecskemét környékén több mint 1400 fajta gombát fedezett föl. Egyébként, hogyha megy valaki föl a Babits utcába, a Babits szülőháza felé, akkor a Hollós szülőházat is megtekintheti ott. Azt gondolom, hogy ez egy különlegessége, hogy egy kicsikét megismerjük azokat az embereket, akik mondjuk Szekszárdon a környéken éltek, és valami nagyot alkottak. És persze azért is különleges évről évre ez a versmondó verseny, mert hogy körülbelül 100 gyereket mozgat meg. Idén egészen pontosan 94 kisiskolás diák vett részt a versenyen, 4 korcsoportban indulhattak. A nevezés feltétele pedig az volt, hogy olyan verset választanak, ami az ember és a természet kapcsolatát, vagy az élővilág sokszínűségét mutatja be. Az elmúlt évtizedekben több, vagy viszonylag sok versmondó versenyen vettem részt zsűritagként, hogy a 2010-es, 20-as évekre nem éppenséggel a legtrendibb műfaj a versmondás. És azért is szívmelengető, hogy a Tolnai megyeszékhelyen összetud ennyi gyerkőc jönni, és a versmondásnak a versnek hódolni. A vers az azért jó szerintem, mert néhány percbe, néhány verszakba belesűrített élet igazából. És hogy ennyien vannak, és ráadásul ennyi viszonylag kicsi, tehát fiatal, az mindenféleképpen szívmelengető. Figyelem, figyelem! Tekintettel a hóra, hidegre, erkélyemen, idén jelleggel, térítésmentesen működik a téli madárétterem. Figyelem, figyelem! Aki olvassa, aki hallja, aki jól lovott és már sokalja, értesítse a környék szárnyasait, hogy bőviben van a magit. Körülbelül egy 20 évben elmondható, hogy a gyermekirodalom is kiszélesedett Magyarországon is. Sokkal
nagyobb lett az étlap talán, vagy az étlapon sokkal több minden megtalálható. Ennek van előnye, viszont vannak hátránya is. Én minden versmondó versenyen elmondom, hogy azért törekedjünk az irodalmi igényességre. Persze ez leginkább főleg a kisgyermekek tekintetében a felkészítő tanárok és a tanítók felelőssége, de szerintem nagyon fontos. Az idei versenyen végül a Szekszárdi Baka István általános iskola diákjai érték el a legjobb helyezéseket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!